Na hát akkor üdvözlök mindenkit, én Dávid vagyok, és ebben a videóban az első 2020-as videót csinálom. Mindenkinek először is boldog új évet. Másodjára gondoltam, hogy mit játszok, ami úgy lehet, hogy és nem az, hogy lehet, hanem tudko, hogy jó játék. Gondoltam, hogy egy kis Mine World. És van Christmas map, úgyhogy valamennyire egy picit hangulatos, bár nem annyira, mert már nincsen karácsony, de... Ja, ebből játszunk egy kettő kört. Szerintem, de majd meglátom. Ja. Remélem, hogy mindenkinek jól tett a karácsony, ilyesmi, az új év is. Ja. Én addig közben tegnap konkrétan megvesült azelőtt rosszul voltam, hánytam, nem rossz, nem jó. Már is elkezdődött a játék közben, én itt beszéltem, már elkezdődött a játék. Hű? De mi? De rám se esett az ülő. Azért álljon meg a menet, de rám se esett az ülő. Jaj, nem szeretem. Na, te menjél ki. Ez a gyerek, ez nem tudom, mit csinál. Hagyjatok már. Az utcsó másodpercben kellene, hogy ide felmenni. De ezek hogy tudnak ekkorát lökni rajtam? 4, 3, 2... Ne! Fuck. Ne, snowball fight. Jó. Blue team. Jó, blue team. Megnyertük egyből. Győzelmi lövések rá a pirosokra. Fúj. Hát ez nagyon gyorsan megnyertük, mint kékek. Mondjuk a kedvenc színem a kék, úgyhogy örülök. Negyedik. Hát negyedik hely, ez nem túl jó. Mi Survivor game. Kaptam egy boltát is, ennyi. Jó, gyilkoljunk, már megvan egy. Jó, még egy. Gyémánt kardosra nem érdemes rámenni, de azért próba cseresznye. Á, nem fogom megnyerni, ennyi HP-ban nem fogom megnyerni. De 5 kilométerről hogyan tudnak leszedni karddal? Azért ezt mondjátok el. Tehát 5 kilométerről hogyan szednek le karddal engem? Azért ez nem tűnik egy kicsit gyanúsnak? Tehát ez nem... Ja, hogy íja volt, jó. Akkor már értem, akkor nem csítettem. Akkor semmit nem mondtam. Na most válaszolni kell. Stand over the color is pick your answer. Ja, melyik a több? Hát 20. Vagy mi? Várja! Mi se van? Na jó, ezt nem értettem. Hova estek? Jó, akkor ide jövünk a sebetbe. Jó. Hárman értük túl, a többiek még belerobbantak. Ilyenkor sokkal távolabb kell menni a TNT-t. Jaj, ne! Annyira szal, hogy nem lehet ugrani TNT-től. Csak akkor együtt tudsz néha ugrani, csak néha ugrani. Hogy zuhanyjál ketté fel, hogy itt ennyire sugorkodjon. Ugorjál! Ne, de miért ugrik ilyen picit? Hát ezért nem tudok, ezért fogok meghalni, mert ilyen picit ugrik. Na, na, top 3. Be vagyok. Jaj, ne! Ne. Gyerekek, nagyon közel dobtak a kaktuszhoz, nagyon közel voltam a kaktuszhoz. De ezek hogy tudnak ekkorákat csapni? Te csak belém ütnek egyet, és már hátra repülök 5 kilométer. Az eljön a lennettel. Jaj. Szóval akkor fel kell menni az emeráldra, és próbálj meg túlélni, mert ha nem éred. Ilyenkor mindig... De miért? Miért? Az nem jó, hogyha mindenki fölmegy. Szerintem azzal mindenki jól jár, és nem kell szivatni a másikat. Negyedik helyen. Le kell ugrani erre a szarra, platformra.
Jó. Hát attól függ, hogy ki csinálja meg ezzel. Ez a gyerek, ez csak át középen is, nem tudja, mit ki csinálja. Sorsi. Ó, most le kell vágni a bárányt. Jó. Oké. Okay. Akkor én levágtam. Ja, már ilyen 12-t kell kívni. Hát én levágtam. Még meg lehet ezeket olyan, de nagyon jól van. Szerintem ide van, nem érdemes. Nerdball. Ja, ez amikor fel kell úszni. Ja, nem. Hát tudok platform. Ja, fel kell menni arra a platformra. Ó. Na. Kisod már ki. És le lehet volna túlulózni a másikat. Jaj, ezt de nem szeretem. Megvoltam? Jó, ilyenkor földob vissza, az tök jó. De gyerek, az mennyire távol van attól? Haver, te mit akartál olyan távolról csinálni? Ez mindig negyedik vagyok, ez nagyon nem jó. Jaj. Akkor mállod a platform, ez nagyon szar. Ez pont, hogy a leg... Ezt nem, nagyon nem szeretem. Találni kell egy jó pontot. Mint ahol a csaj van, tehát ilyen... Ó, nem! Nem hiszem, nem tudom konkrétan parkörözni, és legyetek, csak némelyik marad úgy. Jaj, ne! Amúgy én itt konkrétan futok. Bemegyek így izén mögé, és így legugolok. Ott. Ó, figyeld, észrevett a gyerek! Ne! Hagyjatok! Ó, na, harmadik. Le kell érkezni úgy, hogy ne digleljél meg. Tehát, hogy ne halljál meg, és úgy érkezzél le. Ez nekem lehet, hogy egy kicsit nehéz lesz. De nekem semmi se nehéz. Jó, itt egy kicsit alacsonyabban vannak már a dolgok. Oké. Okay. De ne szívassam, hogy nem volt időm rá. Jó. Akkor... Jaj, ez... Explosive. Nem olvastam el. Én azt hittem, hogy csak simán... Simplán sleeve. Azt nem, hogy explosive. Gyerek alatt ki kell lőni. Tű. Nagyon nem vicces. Még hányan élünk, de jó van. Tekik. Hát akkor szerintem jöhet a jól bevált taktika, amíg ennyi... Ja. Csak futunk össze-vissza. Ez nagyon, nagyon rossz így, mit nem mondjak. Jaj. De egyre kevesebb hely van, ahova tudok ugrálgatni. Így gyerek alatt gyerünk! Egy helyben áll. Konkrétan senki se vesz észre, hogy egy helyben áll, csak én voltam olyan okos. Észrevegyem, hogy egy helyben áll. Szabasz, haver! Hát veled mi van? Még hárman élünk, jó. Ezt a hármat még le kell szednem. Tehát ezek egymás szedéket is tizelje, mint tőzve. Tehát hagyom békén. Hagyom békében őket. Ha azt szedjék egymást, öntjük ki. Jaj, haver, ne lövjék ki előttem, de nagyon közel álltam ahhoz, hogy leszedjem. Ne! Jó kis taktika. Hát, nem lettem bent a topba. Nem baj. Most szerintem, én úgy gondolom, hogy mi lenne jó. Miért már lenne az jobb, hogyha egy kicsit egg-warsoznak? Vigyük meg a tojást. De ilyen szóló, team, hát... Menjünk szólót. Jó lesz az. Jó lesz a szóló. Kicsit vigyük meg a tojást szólóba. Aztán majd meglátom, mi lesz. Én a zöld vagyok. A narancs mellettem. Azért mondom, hogy zöld, mert ugye tojást adta.
Dark Green Material. Jó van, ott az arany generátor. Arany, 10 aranyból azt hiszem lehet obszidiánt venni. Itt legalul a gyémántosan, tuti. Annyira kicsit nem is erőm már a játékot, mert rég játszottam. Clay-t veszek, és akkor az úgy lehet, hogy valamennyire jobb lesz. Igen. Gyerek az elkezdett ondani. Jaj, nem választottam ki, tehát de az ilyen olyan. Azért megnézem, building blocks, 10 gold. Jaj, haver. Lerakta direkt, elkezdem majd építgetni. Van nekem 10, úgyhogy gyorsan veszek egy obszidiánt. Valaki meghalt. Csak így egy picit körbefedem. Jó, veszek egy kőkardot azért, hogy megvédeni meg tudjam magam. Arrébb rakom. A gyerek az egyelőre még nem sejti, hogy én egy kicsit rá akarok menni. Mármint az a tojására. Ez nem csinálhat. Oké, meg van még 10. Most veszek ilyet, meg kaját is megveszek, mert azért ez is nem fog kelleni. Gyors kaját. De egy steak miért 5 vas. Ez egy kicsit azért rossz. Steakért ennyit kell adni. Nekem egy kicsit az nem tetszik. Tehát a gyerek az még el sem kezdte befedni a tojását. Azért ahhoz kellem. Mert hogy nehogy már befedjük a tojást. Jó. Még fog kelleni nekem egy pár, amíg már obszidián van. Oda kell még, meg ide fölé. Majd még. Oda jó, hogy mennyi most. Jó, ebből még veszek egy kevés kaját. Szerintem érdemes. A gyerek az már beépített oda. A gyémánthoz kellene majd elmenni még, hogy a generátort beindítsam. Azért még szerintem nem fogok elmenni. Mennyi? Ja, mennyi volt? 10. Hát ezt fejleszteni most nem fogom. Inkább akkor veszek 10-ből, inkább obszidián, hogy megfejleszem. Oké, és... veszek még egy pár blokkot. És azt tudom csinálni, hogy szerintem elkezdek építeni be a gyémántoshoz. Ilyen kis taktikaként. Lopok egy pár gyémántot. Hát gyerek az okos, az elkezdte fedni gyémizéval. Szilianna, nekem az nagyon nem kedvező, nem? Kiszedte az útját a srác. Kiszedte az útját, azért... nem tudom, mit gondol magában. Én nem szedném ki saját utamat, mondjuk. Jó, építsed. Hol vagyok? Jó. Oké. Okay.
Jó, most nem fogok egyelőre még oda menni. Most akkor begyűjtöm az aranyat, megveszem az utolsó obszidiánt. Oké, most már ugye tojásra úgy nem kell annyira foglalkoznom, mert ez már be van fedve. Most akkor szerint... Ó, jó, hogy itt is van gyémántos. Azért jött ide a csávó csak. Ó, jól van. Kicsit még jobban befedem itt az utat, mert azért nem jó nem leesni. És akkor let's go, indítsuk be, mert ez 5 gyémánt. Oké, akkor már van gyémánt generátorunk is. Az aranyat még fejlesztjük gyors. Következő tisztítjuk. Gyerekhez lassan elkezdek építeni. De szerintem úgy rohadtul nem fogja fel, hogy én megyek hozzá. Még semmi jelzése nem volt arra, hogy bakker, ez a gyerek, ez jön vissza, és jön felém. Mint ha el se indultam volna felé. Ő nem törődik az úttal, amit ott elkezdtem építeni, de fokozatosan majd építgetem, és akkor ez ilyen kis taktika lesz. Szerintem ez jó ötlet. Jó, akkor a kőkart berakom. Akkor megnézem, hogy a gyémánt sárkány az mennyi. 15. Ja nem, volt ott annál kevesebb értéke, de a 10 gyémántosat láttam. Először, akkor az előző az mennyi van a 10 gold. Ó, az jó. Ó, hát mindjárt tudok venni 10 goldért. Jövünk. Nekem kell az a sárkány, hogy azért jó. Azért meg kellem venni azt. Oké, a csákány is már megvan. Most már csak... Az hogy körbefette? Az nagyon körbefette obszidiánra az a gyerek. Jó ég. Mennyi? A következő fejtett 10 gyémánt. Jó. És van 5 darab, úgyhogy... így mennyi? Mert azért hát egy 15, ja nem 8, egy sima. 15 a legjobb. Ja nem 25 a legjobb. És 15 az, aminek ugye elfogadható. Jó, azért először veszek íjakat. Vagy nyilakat. Íjakat, persze nem tudok. Még. Fokozatosan. A gyerek az meg közben nem tudom mit néz annyira. Tehát nem érdekli. Mennyi is volt az alapi, mert akkor igazából 8 gyémánt. És én meg goldból akartam volna venni. Akkor még egyet köszi. És akkor vegyük meg szépen gyorsan azt a íjat. Nekem elég, hogyha van már egy alap, így nem kell most rá effektek, majd ha lesz rá gyémántom, akkor majd veszek rá azt is. És akkor még íjból is felszerelkezem. Jó. És neki van szettje. Na most a szett az igazából itt van, de hát egy vas szett az már 20 gyémánt. Egy sima bőr. Négy vas, egy sima bőr. Egy keveset. Hát erre felszedtem az összeset, nagyon van. Vegyünk egy sima full bőr szettet, nekem egyelőre ez így jó lesz. Aztán majd meglátjuk. TNT-t nem lehet igazából, mert obszidiánnal van befedve. Ki vascsákánya van még. Ledobta a vascsákányát. Oké, ez a gyerek, ez egy kicsit furcsa nekem.
Remélem nincsen íjad, mert az annak nagyon nem örülnék. Tök jó dolgaim vannak. És lemegy, érted? Lemegy. Jön vissza. Jó, most gyors visszafutok. Címelni nem akarsz? Várjál, megírom neki. Tím. És akkor lenne egy taktikám, hogyha tímel. Te érted rá, Seráncs? Nem érdekel, hogy épít feléd valaki. Kit érdekel? Megírom újra neki. Tím. Nem észleli, úgy tűnik, ezeket a dolgokat. Úgyhogy most szépen. Gyerünk. Göllek. Neki volt egy gyémánt kardja, és többször is megütöttem. Nem tudom, hogy tudott meg, hogy nem halt meg. Azért ez nekem egy kicsit furcsa volt. Tehát, hogy meg se halt abba, hogy én ennyire sokat beleütöttem. Azért tényleg ez egy kicsit. Vegyünk akkor még egy ilyet. Jó. Kicsit visszapróbálom gyűjteni a dolgokat, amiket elvesztettem. Hát nem fogok ezzel szarozni, inkább legyen meg a 60 vas. Szóval mennyi felve, ó, felveszük. Következő 20 gold. Hát. Mennyi gold van itt? Van már gyémánt sárkányom is. Jó, amikor meglesz a 60 vas, akkor megveszem azt a steaket, 12 darab. Ez kell. Jól van. És akkor lemegy a gyémántért. Gyorsan. Gyerünk. És amikor lemegy a gyémántért. Menj le a gyémántért. Menj már le a gyémántért. Gyerünk. Meddig fogok én itt várni, hogy lemenjen a gyémántért amúgy? Nem tudjuk erre a gyerekre. Telerakott minden tortával. De hogy tud ennyit sebezni a gyémántkard, gyerekek? Na jó van, skacok, ez szerintem ezt szellem egy gyerek ellen nem fogok túl sok mindent csinálni. Tímelni se akar velem. Hát megőrülök. Jól van, skacok, ez a gyerek szerintem rakatul tikkelt rám, úgyhogy igazából én akkor elköszönnék. Még kiüti a tojásomat, üssed. Ja, vagyok, direkt hagyom. Az ellen már nem tudtam volna semmit sem csinálni az a gyerek ellen. Az lenne a durva, hogyha még lelőttem volna. Na mindegy. Akkor srácok, ennyi is lett volna ez a videó. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, kérlek, és a csengőt is nyomjátok meg, mert szerverezni tuti, hogy fogok még. És a lájkot is nyomjátok meg. A csengőt meg ugye azért, mert hogy ne maradjatok le a további ilyen smikről, ilyesmi videóimról. Úgyhogy akkor sziasztok!